Sziasztok, arra gondoltam, hogy... Sziasztok, arra gondoltam, hogy hozok nektek egy... Sziasztok, arra gondoltam, hogy hozok nektek egy próbáljuk ki videót. Amit én még soha nem próbáltam, ezek a fertőtlenítő mosószer adalékok. Én a Sanitolt megnéztem a múltkor a DM-ben, így volt időm, és olvasgattam, és azt írja, hogy az öblítőre kezdbe kell tenni, és ez így úgy voltam vele, hogy és hova teszem az öblítőt, vagy mi van? Szóval, van itt nekem pokrócom. Ez, amin ülök, ez ugye, amin a cicák is szoktak hemperegni, meg az ágyunkról is leszeretném venni a plédet, úgyhogy ezekhez én nagyon szívesen kipróbálnék egy ilyen abszolút erősebb fertőtlenítő hatású dolgot. Meg az ágyneműhöz is ki akartam próbálni, de azt most aki a mosógép, és úgy vagyok vele, hogy basszus, én beülök a kocsiba, bemegyek a Rossmannba, veszek egy ilyet, és kipróbálom. Egyrészt, hogy milyen illata lesz utána a pokrócnak, tehát ezt a kettő pokrócot egyszerre ki fogom tudni mosni, hogy öblítő nélkül milyen illata lesz ennek a cuccnak. Ráadásul, mivel az öblítő rekeszbe kell tenni, ezért ez a cucc hideg vízben lesz használva, hogy így akkor hogy fertőtlenítesz. Nekem az van a fejembe, hogy vagy klórral fertőtlenítek, vagy forró vízzel, vagy vasaróval, vagy napsütéssel, vagy értitek? Ön nagyon kíváncsi vagyok, szerintem a Sanitolt fogom megvenni, de tartsatok velem, menjünk el most a Rossmannba gyorsan, mert rohadtul becsípődött nekem ez a dolog, úgyhogy próbáljuk ki a fertőtlenítő mosószer adalékot, vagy mit. Ezt mondjuk nem nagyon értem, hogy miért csinálja a bácsi. Fújkálja a port a parkolóban ezzel a vacakkal. Hát ha lenne egy új autóm, én ennek nem örülnék. Érdekes. Meg is érkeztem, megvettem a Sanitolnak ezt a mosószer adalékát, amit mondtam. És ebből van nagyobb kiszerelés is, de majd azt akkor, hogyha tényleg tetszik. És ez az érdekes, hogy azt írja, hogy mosószerhez, és itt van, hogy gépi mosás, na majd ez befényképezem. Azt írja, hogy... Ugye gépi mosáshoz öntsön egy kupaknyi mosószert az öblítő helyett, ami nekem fura. A mosó gépfertőtlenítésre is jó, ott is egy kupaknyit ír az öblítő tartályba, semmilyen egyéb szert nem öntsön bele, programozza be a mosógépet öblítésre. Na, én ezt most úgy fogom használni, hogy öblítő helyett nagyon kíváncsi vagyok, hogy ad-e illatot a ruháknak, vagyis nem ruhának, mert a két plédet fogom kipróbálni. Megvettem egy olcsó mosószert, 3000 forint volt ez a 4 literes 100 mosásos Passion Gold. Nincs rajta egy magyar betűse, de az olcsó mosószerek közül ez volt a legdrágább, úgyhogy ezt fogom most kipróbálni. Izzadt pólóknak gondoltam, poros nadrágnak, nyilván nem a gépzsíros cuccoknak, meg konyharuhának, meg ilyenek, de úgy gondolom, hogy nem hülyeség az, hogyha használunk egy olcsóbb mosószert, aminek nem kell feltétlenül kiszednie koszt, meg foltokat a ruhából. Na de menjünk a fürdőbe, és vigyük a két plédet, amit ki akarok mosni ezzel a csodával. Kíváncsian várom, hogy milyen lesz. Itt is van a kettő darab pokrócunk. Van egy kupak Tommy mosószerem. Mostanában ennyit szoktam használni, azért is vettem egy olcsóbb mosószert, mert nálam a legalja eddig a Tommy volt, de most kíváncsi lennék rá, hogy milyen, de ehhez a pokróchoz most a Tommy-t fogom használni. És akkor azt írja, hogy az öblítő rekeszbe öntsök egy kupak, ezt a Sanit volt. Igenis. Jó, kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz, és hogy egyáltalán lesz-e illata a ruhának. Mosószerhez is mondja, hát nem tudom, tehát én simán öntenék egyébként a mosószerhez is.
De most úgy használjuk, ahogy le van írva a nagykönyvbe, úgyhogy most indítunk neki egy mosást, és a végén jövök vissza. Na, 1 óra 45 perc múlva jövök vissza. Na, letelt az idő, végzett a manci. Nézzük meg, hogy Mizu van. Hát így, hogy fölé hajolok, van egy kis illata. Illatosítja az egy kicsit, szóval öblítő helyett is működik. Elég kellemes illata van, nem büdös, úgyhogy szerintem jó dolog lesz ez. Így pokrócokhoz fogom szeretni használni, meg mondjuk ágyneműhöz, néha törölközőhöz, bár én nem szívesen teszem mi helyett, öblítő helyett. Inkább öblítővel tenném szívesen, vagy mosószerhez keverve. De, ja, ez egy like, tetszeni fog nekem ez a cucc, mert jó illata van a mosásnak, úgyhogy jó jöhet, ha nem is minden mosáshoz, de néha jót tehet. Kutyások, macskások, kisgyerekesek figyelmébe ajánlom, jó jöhet, hogy ilyeneket néha használni. Nekem bejött, úgyhogy köszönöm a figyelmet, sziasztok!